A helyszín a tüskecsarnok, ahol az utolsó simítások zajlanak két nappal a férfi jégkorong szuperkupa döntője előtt, amelyen a magyar bajnoki címvédő FTC Telekom a kupagyőztes Debrecennel csap össze. A miénk utolsó programja a hivatalos portré és csapatfotózás. Ez nagyon fontos kérdés így a csapatfotózás idején, mennyire friss a hajvágásod? Talán olyan 48-49 órás, ugye a csík is benne van, úgyhogy nagyon-nagyon készültem, mint minden évben. Mindig egy különleges alkalom, hiszen egy évben egyszer van ez a fotózás, ugye akkor mindenki egy kicsit jobban készül, meg amúgy is tudjuk, hogy nyáron gyorsabban nő a haj, tehát két hetente el kell járni fodrászhoz. Szombaton már a szezon első trófeájáért játszotok majd. Hogyan készültök arra a mérkőzésre? Egy évben egyszer adatik meg egy csapat életében egy ilyen trófeáért játszon, és nem minden évben, úgyhogy szeretnénk azt, hogy a szurkolók minél többen kijöjjenek, és megtöltsük ezt a tüskecsarnokot. Videózunk, előnyt hátrányt gyakorlunk, komoly munkát végzünk a kontiterembe, meg ugye a jégen is. Azt gondolom, hogy ezt a ki esetleg tanult kilátogatott ide a pályára, és nézte a DVTK elleni mérkőzést, az láthatta, hogy igen, felfelé ívelő játékot mutatunk. Spill venom out the side of my paws. We came to battle, we came for war. Digging in the mud, carry across the globe. No matter the weather, rain, sunny or snow. I guess I'm sad. Azt, hogy ez a felfelé ívelő forma éles körülmények között is kijön-e, rögtön két nappal a fotózás után bizonyíthatta a csapat, ugyanis a tüskecsarnokban az aktuális magyar bajnok és a kupa címvédő hagyományos klubszezonnyitó összecsapásán a szuperkupa döntőjében játszottunk a Deac együttesével. A mieink semmit nem bíztak a véletlenre, már az első harmad végén 4 góllal vezettek, és nyugodtan mondhatjuk lehengerlő játékkal, és többek között a házi pont király Rasmus Kulmele mesterhármasával 6-2-es győzelemmel hódították el az idény első trófeáját. A sikerértékét tovább növeli, hogy ez volt hoki csapatunk első szuperkupája a sorozat modernkori történetében, és az utolsó hiányzó hazai klubtrófea a csapat 2018-as nagy átalakulása óta. Megvan a szezon első trófája, nem csak a jégkorong csapatnak, hanem az egész Ferencvárosnak, és ez azért még hiányzott a gyűjteményből. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Igen, nagyon-nagyon szerettük volna megnyerni pont ezért a dolgokért miatt, amiket elmondtál, és a másik, ami a tavalyi picit hiányérzetünk lett a tavalyi szezonban. Ugye volt egy magyar kupa is, ahol pont a Debrecen vert ki minket, a nem jutottunk a döntőbe, az elődöntőbe megvertek minket, és beszerettük volna bizonyítani, hogy ez egy kis siklás volt, és igenis vagyunk olyan csapat, hogy meg tudjunk nyerni egy magyar, vagy bocsánat, egy szuperkupát is. Boldogok vagyunk, hiszen legtöbbünknek talán az egy trófa hiányzott a gyűjteményünkből. Nagyon keményen álltunk bele a meccsbe. Tudtuk, hogy a Debrecen régóta nem játszott, és ezt ki akartuk használni. Sikerültünk majd elejétől nekik ugrani. De első harmad nagyon jól sikerült, és talán a végig sikerült Fradi Hokit játszanunk. Talán az egy perc kivételével, amikor ugye gyors két gólt ott a Debrecen, de úgy érzem, kitűnően reagáltunk az időkérés után, és talán még egy gól leadottuk a meccset, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Of course our plan was to win this game. Természetesen az volt a tervünk, hogy megnyerjük a szuperkupát, és ez sikerült is. Az, hogy háromszor is betaláltam, csak a habatortán, de a legfontosabb a csapat teljesítménye, ami miatt nagyon boldog vagyok. Nagyon jó srácok érkeztek a nyáron hozzánk, a jégen és azon kívül is remek a hangulat, nagyon jó így dolgozni. Jó úton járunk, keményen dolgozunk, és úgy érzem, a Fradi szív is újra a helyén van. Remélem ez kitart az egész szezon során, és mindent meg tudunk nyerni. Hátborzongató érzés újra a Fradi tábor előtt játszanunk. Ugye mondtam, csak egyet többen voltunk a jégen mindig, hiszen ők itt voltak mögöttünk, és amikor esetleg nehezebb pillanatokat éltünk át, a hangjukon átsegítettek minket, úgyhogy ez egy kis szól, ezt ők is nyerték, úgyhogy várjuk a szezon folytatását. Fantasztikus erőnyfölényt mutattunk, gyorsak voltunk, erőszakosak voltunk, gyorsan korcsolyáztunk, letámadtunk, presszingeltük őket, tehát amit én megtanultam a jégkorongból, mindenben jobbak voltunk ma, mint a Debrecen, azt gondolom. Ez nagyon nagy büszkeség, és nagyon köszönjük a srácoknak, hogy a szezon elején már ennyire élesek, és így pörögnek. Lehetett látni, hogy azért szeptemberi a forma, itt pláne a végén volt azért egy pár
pár olyan hiba, amit ugye már, amikor nagyon fontos időszak lesz akár a szezonban, vagy a szezon végén a rájátszásban, márciusban ezt már nem engedhetjük meg, de nem véletlen van az egész szezon, hogy nem szeptemberben kell csúcsformában lenni. Tudunk tanulni ebből a meccsből, jó volt, de még tudunk jobbak lenni. Megint az volt a cél, hogy olyan Fradi legyen, amit megszoktunk az elmúlt időkben, és tavaly egy picit, ugye ez talán hiányzott, de minden egyes apró kis részletet úgy próbáltunk összerakni erre a szezonra, hogy ez megint meglegyen. Nem szeretném megkiabálni a dolgot, egyelőre úgy néz ki, hogy ez megvan, és erre jó építeni. Természetesen nem elégszünk meg, és szeretnénk jobbak lenni, és ezt már majd most két napig pihenünk és ünnepelünk, de utána elkezdjük majd a munkát kedden, és nem leszünk megelégedve egy pillanatig se, az garantálom. Erre az elhivatottságra és lendületre szükség is lesz, hiszen visszahódítandó címek várják a Ferencvárost a Magyar Kupában és az Erste Ligában is, amelynek szeptember 19-i Győr elleni hazai rajtjára ingyenesen látogathatnak ki a szurkolók a tüskecsarnokba. We'll be right back.